Sziasztok, én Lukasz vagyok, a Nostromo egyik alapítója, és ez nem igaz, mert a nevet azt onnan kapta a termék, hogy ez nagyon-nagyon tetszik nekünk az Alien film, és hogy reméljük, hogy olyan káoszból, ami a Nostromo hajón volt egy termékfejlesztés során, abszolút ilyen magától értetődő jó folyamatokat tud majd hozni az embereknek, akik termékfejlesztéssel foglalkoznak. Azt, ha kérdezem meg azok után, hogy így az első két előadásén nagyon-nagyon hardware-related volt, hogy ki az, aki mondjuk így szoftverfejlesztéssel vagy termékfejlesztéssel foglalkozik? Jó, akkor az én csak izgi lehet az én előadásom is, mert hogy arról fogok nektek mesélni, hogy ez a termékünk, ami amúgy egy projektmenedzsment eszköz, az annak a fejlesztése során hogyan támaszkodunk úgy általánosságban az adatokra, és hogy mennyire fontos, hogy egy termékfejlesztésen az adatokra támaszkodjon mindenki, amennyire csak lehet. Másfél évvel ezelőtt a Digital Native-nél, mert hogy a Dinának a terméke ez a Nostromo jelen pillanatban, elkezdtünk egy project management eszközt keresni az akkori Redmine-unk helyett. Nem tudom, hogy használta-e valaki a Redmine-t valaha, volt, aki ismeri? Akkor nem kell elmondanom, hogy miért próbáltunk alternatívát keresni helyette. Viszont legalább ilyen 4-5 hónapot beletettünk abba, hogy kipróbáltunk vagy 10 terméket, és egyáltalán nem találtunk olyat, ami így integráltan az egész termékfejlesztési workflow-unkat lefette volna. Még úgysem, hogy tök szívesen fizettünk volna érte akár több pénzt is. És aztán az egyik fejlesztőnk ilyen sukiba elkezdett otthon garázs projektén dolgozni rajta, aztán egyszer megmutatta nekünk, mondtuk, hogy ez így tök jó lehet, hogy el kéne kezdeni dolgozni rajta, de mielőtt így komolyabb erőforrást beleraktunk volna el, és jó ilyen lean circle hívőköz méltó módon a validálással kezdtük ezt az egészet, amire két metódust használtunk, az egyik ugye az user interview, ahol amikor még a termék ilyen nagyon-nagyon prototípus fázisban volt, akkor még csak koncepció interjúkat csináltunk, ahol megkérdeztük azokat a dolgokat, hogy mit használnak, miért használják, mit szeretnek benne, mit nem szeretnek benne, ugye ilyen projektmenedzsment témakörben. Több mint 1000 órányi videó meg hanganyag készült, és az derült ki, hogy olyan terméket szeretnének általában az emberek, ami az egész workflow-jukat lefedi, és nem egy ilyen pain használata, mert hogy alapvetően a projektmenedzsment az ugye adminisztrálás, és hogy az így nagyon szokott fájni az emberek többségeként, és az ilyen szoftverek általában ezt már nem is könnyítik meg. Aztán ezen kívül még ugye ilyen early version demót is csináltunk nagyon sokat, amikor már prototípusunk olyan állapotban volt, hogy azt így megmentük mutatni usereknek, akkor így a networkünkben minden ismerősnek így ezzel mentünk, hogy így mondjanak már olyan dolgokat, amiről rengeteg feedbacket tudtunk visszagyűjteni, és termékben, hogy milyen feature-ök kerültek bele, az is már nagyon sokban ezekből a feedbackekből jött. Aztán a másik, amit meg mindenkinek tudok ajánlani, az a hirdetések meg a landing page, ez a fake door testingnek is szokták ugye hívni. Tök jó lehet olyan dolgokat hirdetni az interneten, ami valójában nem létezik, lemérve ezzel azt, hogy mennyire lenne kereslet rá a piacon. Mi is kb. Ezekre használtuk, célcsoportot validáltunk vele, ugye, mert hogy több helyről is be lehet kerülni egy ilyen terméknek az életébe. UX-esek, vagy designerek, vagy product ownerek, vagy akár mondjuk fejlesztők is bevihetik egy céghez az ilyen jellegű terméket. Aztán feature-öket validáltunk, olyan feature-öket is írtunk a landing page-ünkön, meg hirdetésekben, amik nem léteztek, ezzel kipróbálva azt, hogy mi lesz a next step, hogy mire fordítsunk energiát, ugye ez is egy ilyen adatvezérrel döntési pont. És hát ebben jó sokat iteráltunk is, mert aki AdWords-öt vagy Facebook hirdetéseket használja, tudja, hogy rengeteg analitikát adnak, és ebben tök jól lehet finomítani egyre akár a target groupon, akár azon, hogy mit hirdessél. Nagyon erősen nyomom a gombot, úgy látszik. És akkor most megmutatok egy-két olyan eszközt, amit meg a napi munkában használunk arra, amikor már megvan a validált ötlet, elkezdesz dolgozni a termék, hogy mi az, amit adatot be lehet gyűjteni a usereidről, és miért jó, hogy ezeket támaszkodva próbálsz meg döntéseket hozni, üzleti döntéseket, nem pedig így a saját fejedet emelve. Az egyik az A/B tesztelés, mi erre Optimize-t használunk, ami azért nagyon jó, mert nem kell hozzá igazából adatelemzőnek lenni, meg mindenféle ilyen nagyon bonyolult képleteket tudni, hogy ki tud számolni azt, hogy neked mire van szükséged. Mert beállítasz egy célt, aztán utána igazából az Optimize-t tökre vezeti a kezedet. Na, A/B tesztelést azt mi nem csináltunk túl jól, viszont a rossz tapasztalat is tök
hasznos lehet, meg rengeteget lehet belőle tanulni, ti meg abban a jó helyzetben vagytok, hogy a mi hibáinkból tudtok tanulni, mert ugye az okos ember más kárán tanul. Az egyik az, hogy sok látogató esetén érdemes ugye AB tesztelni, emiatt mi csak a landing page-ünket AB teszteltük, mert termékben azért annyira sok üzenünk még nincsen, mint az előző vállalkozó ilyenbenek. Aztán a másik ilyen nagy tanulság, egyszerre túl sok mindent nem érdemes AB tesztelni, mert nem is tudom, a Big Data konferencián volt valamelyik termék, talán a Pinterest, ahol elvileg párhuzamosan hetente 300 AB tesztet futtatnak, viszont ehhez van 50 fejlesztőjük. Ez megmutatja azt, hogy miért nem szabad egy kis startup esetében egyszerre ilyen durva AB tesztelést folytatni. A másik nagyon jó tanulság az meg az volt, hogy egymásra ható funkciókat nem annyira jó egyszerre párhuzamosan tesztelni, mert nem fogod tudni, hogy melyiktől lett igazából király az, ami a végeredmény, mert hogyha mondjuk van egy jó kis call to action-edés, akkor teszted a színét, a pozícióját, meg a feliratát három különböző AB tesztben, aztán kijön egy, hogy ez a győztes, akkor nem tudod, hogy a felirat jó rajta, a szín miatt kattintottak rá, vagy azért, mert fönt van a helyet, hogy lehet lenne. Úgyhogy ezeket nem szabad így ennyire keverni. És még így az AB tesztelés témához kapcsolódik kicsit, hogy kontrollcsoporttal érdemes mondjuk feature-öket is tesztelni, mert meghatároz egy KPI-t, amit ugye változtatni szeretnél azzal, hogy az új feature-öt vagy a módosított feature-öt kikerül a rendszerbe. Hogyha ezt nem ilyen kontrollcsoporttal teszteled, hogy van egy rész, aki megkapja a feature-t, vagy a módosított feature-t, van egy rész, aki meg nem, akkor nagyon könnyen beleszaladhatsz olyanba, hogy tök más hatások miatt fog változni igazából a KPI-ot, és nem azért, mert mondjuk jó volt az a módosítás, amit egy feature-ben megtettél. Úgyhogy itt mindig a kontroll csoporttal érdemes, és akkor tök jól lehet hasonlítani őket. Tök egyszerű példa, mondjuk a regisztráció az amiatt is nőhet, hogy megjelent egy TechCrunch cikk rólatok, nem csak amiatt, mert jobb lett a landing page. Aztán heatmap, erre nem fogok túl sokat mesélni, itt ezekkel az eszközök is nagyon-nagyon jó információkat lehet megtudni. Mi nekünk a kedvencünk az a konfetti volt egy olyan, nem az overlay, egy olyan dolgra jöttünk rá, hogy volt egy call to action, fölötte volt egy lépő, amiben szerepelt a free szócska, és a userek erre a lépőre sokkal többet kattintottak, mint magára a call to actionre, és aztán beraktuk a call to actionbe a free szócskát, és onnantól így a magic happened. Úgyhogy ezt is tök érdemes használni. Aztán harmadik meg a funnelek, ugye mindenféle analitikai eszközben, Mixpanelben mi azt használjuk, meg AdWords-ben is lehet már ilyeneket csinálni, meg tudod nézni, hogy hol vesznek el a usereid egy bizonyos ilyen user workflow-ban, ami nagyon-nagyon jó, mert hogy iszonyatosan rámutat azokra a fájlpontokra így a workflow-ban, ami miatt így elveszted a felhasználóidat. Nálunk is több ilyen példa volt, most ezeket időrövidség miatt nem tudom kifejteni, de ha valakit érdekel, nagyon szívesen mesélek majd róla egy sör mellett. És aztán még egy ilyen nagy hír, hogy két hónapnyi munkánk, az elmúlt két hónap az arról szólt, hogy igazából brandet kreáltunk magunknak, új logónk készült, itt a kis maszkotunk, ugye, ami szintén most már a Nostromos űrhajókhoz passzol egy kicsit, meg eleve a ígéretéhez a terméknek, hogy ez egy ilyen effortless workflow-t fog biztosítani neked a termékfejlesztés folyamán. És itt látjátok az előző verziót, az a bal oldali, meg az új verziót, a jobb oldali, ami így ránézésben nem sok mindenben különbözik, viszont ilyen UX, UI szempontból ilyen, nem tudom, tényleg ilyen több száz különbség fedezhető fel a termékben. És ami még ezzel kapcsolatban esetleg érdekes, hogy ezt úgy teszteltük, meg élesítettük, hogy ugye folyamatosan változott igazából az új verzió, és egyre így fokozatosan vezettük be a meglévő usereinknél, akik így a leginkább voltak a jó userink, tehát akik így imádták eddig is a termékünket, azokkal így beszéltünk, hogy nem akarjátok kipróbálni az újat, és akkor a csomó feedbacket adhatnátok, és ugye itt is rengeteg adat meg feedback generálódott így kb. Az elmúlt egy hónapban, mert hogy a végére már kb. A meglévő userinknek a fele az új verziót használtak, és aztán ezután került ki most a legfrissebb verzió életbe, úgyhogy ha valakit így érdekel, akár a landing page-re is tök szívesen várok feedbackeket, amúgy meg magára a termékre is, már hogy tök büszkék vagyunk rá, hogy nagyon-nagyon szuper lett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyi volt az adatvezérelzen készítésről. Ez nagyon hamarosan lesz. Most igazából pont ezt is mérjük például, hogy a landing page-ünkre Frankon kiraktuk ilyen fake door testnek a
App Store-t, meg az Android Play-nek a kis ikonját, hogy hányan fognak rákattintani, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de tudjuk, hogy enélkül nem lehet amúgy. És valószínűleg majd erről, meg magáról a framework-ről, amit használunk, majd még közeljövőben, én a Tominak ígértem egy előadást, mert az is egy, az egyen technológiai téma, és az is nagyon érdekes. De hogy lesz, igen, mindenképpen. Egy maximum egy hónapon belül szerintem egy ilyen minimum verzió. Hát igazából ez is egy ilyen kicsit trükkös, mert 5 dollár per user per hónap van kint az oldalunkon, de árazás az van, viszont fizetőmodell még nincs, úgyhogy most 3 hónapos free verzióban vagyunk, ilyen trial, azért, hogyha így látszik, hogy van rá igény, meg elegánt regisztrálnak a termékbe, akkor az a 3 hónap alatt ki fogjuk tudni fejleszteni a fizetési modellt is a cucc mögé. Igen? Fel lehet ezt telepíteni valakinek saját szerverre? Nem, ez szoftver, ez a szerver Amazonban fut. Trello-hoz képest? Hát igazából a Trello-hoz képest, amúgy a Trello-val nagyon-nagyon hasonló. A legtöbb üzenet, hogy Trello-ból migráltál, aki most használja a Trello migráció benne. Hasonlóan ilyen jó a UX, mint ott volt, viszont szerintem egyen szebb, és ami a fő előnye, hogy lehet benne időtlogolni, plusz egy projekthez Planboard, meg Wordboard is tartozik, tehát amit a Trello-ba igazából ilyen több boardon keresztül tudsz megvalósítani, egy majd több projektben, és akkor így az egyikbe tervezgetsz, a másikban megvalósítasz, azt mi egy kicsit azért közel hoztuk egymáshoz, aztán terveink azok ennél meg sokkal előremutatóbbak, mert januárra legkésőbb valószínűleg ki fog jönni még egy ilyen screen modul is, ami az előző verzióban ugye benne volt, csak pont amiatt, mert hogy így egy ilyen nagyon tiszta interfésztől akartunk indulni, nem akartunk így fél évet várni az új verzióval indításával. Az mondjuk kb. Az InVision-nek a funkcionalitását tudja, integráltam benne ebben az abban. Tehát egy timelogging a Toggle plusz az InVision plusz a Trello egyben nagyjából ez az, ami most kb. A rendszerünk, vagy mondjuk januártól lesz. Igen? Mondtad, hogy nem tudok kávét aztán mennyiség miatt, én ezt a kis szám törvényének hívjuk, és az adatvezérelt UX-ot Magyarországon ezért nem működik, mert ha minden egyes internetre használja, UX-ot, akkor talán működik. Tehát még elvilágnál is van egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy működik. De hogy azt mondod, hogy csináltuk egy internetes volt. Valamiféle feedback-utok van arra, hogy akkor ezek voltak ott a pay-pointok, amiket találtak a XYZ konkurens rendszerben, mert mondtad, hogy azért mégis menedzseltek projektet, tehát hogy nem találtátok ezt a dolgot ki. És van arra valamiféle mérésetek, hogy ezek a dolgok, amiket így fájtasznak, akkor most fáj-e? Hát ez két oldalról kezelítettük meg, ugye egyrészt ez a, mivel azért a networkingben elég sok olyan cég van, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, ugye őtől kérdeztük meg ezeket a fájó pontokat, meg a szimpatikus dolgokat, tehát a kiindulási alapnál már volt igazából egy iszonyatosan hosszú listánk, először még Excelben, aztán amikor már prototípus olyan állapotban voltak magában Nostromo-ban, ami feature szinten már, meg akár ilyen tök apróságok szintjén is tudtuk azt, hogy mi az, amit el akarunk kérni. És a user tesztelés a mostani verziónál, ott meg az ugye azt mondják, hogy ha mondjuk egy AB tesztet meg ilyen akarsz csinálni, ott azért ugye elég masszív user számban a szükséged, de mondjuk egy személyes user interjú esetén azért, hogyha jól választod meg tehát a célcsoportból választasz mintavételt, akkor mondjuk egy 5-10 user már nagyon-nagyon releváns adatot tud neked biztosítani. Igen. Tehát, hogy itt van valószínűleg ezzel egyre egyszerűbb menni amúgy, de mi pont ezért nagyon sok ilyen személyes interjút is csinálunk a Nostromo esetében, mert azért anélkül, hogy nagyon sokat költenénk a hirdetésekre, meg ilyenekre, magában a rendszerben azért viszonylag nehéz ugye ilyen megfelelő mennyiségű userbe vonni. Tehát mondjuk, hogyha elkölt az ember ilyen 50 ezer forintot kampányra Facebookon AdWords-on, abból lesz mondjuk ilyen 2-4 ezer user a landing page-en, és akkor abban már lehet valami információt beszélni nyilván, hogy az hogy konvertál, call action-re, vagy kaptin, mennyi user lesz belőle, és a többi, meg kell próbálni őket megkeresni, de hát azért az így, az édes kövés. Viszont úgy az 50 ezer forintot meg, hogyha ilyen piaci óra piac számod, akkor elég hamar összejön a mondjuk a user tesztelésből is, tehát hogy az így jól hasonlítható. Jó, sorozatban folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!